Sziasztok, szép estét, szép napot, ki mikor. Na, folytatjuk a Gold Edition Crew 2-t. Most szerintem ez lesz nálam a slágerjáték nagyon sokáig. Még bele nem unok. PvP-ig. Ó, faszom. Mit tudom nézni a saját csatornámat? Most táblagépet használok, nem laptopot. Most ezzel ismerkedek. A táblagép jobban beválik, mint a laptop. Egyszerűen látok rajta. Minden. Na. Anyádat borulsz fel, bazd meg, te fasz. Istenem. Még valami fasság van. Egy altabb. Na itt is megy a háttéretek feleslegesen. Hát mondjuk, na kilövöm mi a faszom. Egy olyan gyorsan megnézek. Ja. Itt bereg ez a szar. Egy nézeti kép is be volt kapcsolva. Aztán megint kifagyok, bázzam, az csak lesz. Igen, műveleti központot kikapcsoljuk. Mondom, kikapcsoljuk a műveleti központot. Ne! Istenem. Ja. Na, most már tényleg vagyok. Megpróbálom az új grafikát, a rohadt gyakran. Nem akarom elhinni, hogy emiatt hagynak jöhetek. A zene az marad így, mert YouTube az bassza meg a kurva anyját. Próbálom áttölteni az egyik videót tegnap, hogy ilyenről. És csak belekötött egy hülye zenébe. Azért valami zene szóljon. Na igazából délután annyit játszottam a játékkal. Nessai-nak próbáltam a... Ugye követtem a streamét, ezt próbáltam megkeresni, mert épp ezzel játszott. De nem hozott össze vele a játék. No! Tegnap azzal kezdtem. Jó, ezt kapcsoljuk meg ezt a kurva tévét valahogy. Nem lehet kikapcsolni, persze. Csak úgy, ha bekapcsolom a rádiót. Nagyjából halk rádió. Na, erre beindult a puffu-buffu. Azt mondja. Egy most nem tudom megizni a pénzemet, bazd meg. Amit már látom, van 365 ezerem. Tegnap azt mondtam, úgy fejeztem be. Mi van ez a túrautóval? Mi van hozzá? Ja. Mailboxban voltak alkatrészek hozzá. Ezeket is beépítjük.
tablan. Stream elgetek dolog. Jó, oké. Majd látom valami jó. És kicsit új nekem. Mert ezt táblagépen ellenőrzöm azért vissza a képet meg a csetet. Na, mit hol tartottam? Szóval, hogy mit akarok csinálni? Ja igen. Tegnap ott hagytam abba. Kéne menni Vertát. Mert hogy? Driftből nekem csak a Mazda van. Én meg nem akarok mazdázni, mindenki mazdázik. Különckedek. Tehát vagyok. Úgyhogy veszünk egy izét. És van egy csomó dellám, de azért mondjuk észre költök. Azért kéne venni más autót is majd. Bár amik most vannak, azok bőven jók nekem. Így ajándékba kaptam. Mondjuk egy speed motor nem ártana a Herlik helyére. Ja igen, ennyit csináltam, idő után festettem egy Herlik. Illetve megszíneztem, ennyi. Nagyon nem játszottam. Jó. És tököljünk, bazd meg. Menjünk is a francba el. Adjuk meg azt a driftverdát. Nem tudom, mennyit fogok tudni ma játszani. Ma dolgoztam ugye éjjel is, úgy mentem dolgozni, úgyhogy fáradt is vagyok, kávéztem. A fene tudja. Hogy mi lesz, meddig bírom. Na, valami, itt olyan kilopkodtuk a driftet. És már nem kell sok a következő szinthez, amúgy. 46 ezer follower. Azt hiszem 55 ezer kell? Ez mindjárt megvan. De én most akkor is veszek egy driftverdát, hagyjak. Én ránézek még a leveles ládára. Úristen, mik ezek a kockák? Valaki 56-os szinten van. Egész nap ezt a szart fixer az. Én meg dolgoztam, bazd meg. Ezt megnéztem. Ez drift autó, ne bassz. Na milyen drift verdák vannak majd? Igen, szóval ez már megvan. Ez van meg. Akkor ezzel mentem bétákba. Most pénzem azért is több van, van egy Focus, Charger, Mustang, de ezek nem jönnek be, hangügyileg se. Nem tudom, nekem mindenki rajongó Mustang hangja, nekem nem jön be az egybe, szerintem jobb hangja volt. 3-5 ezer, az viszont már érdekel. Camaro SS. Nem tudom, ezek a modern autó hangok el vannak basszujától. Meg a talán dojok azok még úgy, ahogy tényleg teszteltem pár 370 azért. Ez biztos nem. Az M5 az már lehet. Ruff. Ha. Ford GT, azt hagyjuk. Corvette-et hagyjuk. Még a Viper úgy érdekes lehet. Aha. És 315 ezer Ruff CTR. Gala, Murci 480, ezt a drift, a Crew 1-ből deutáltam ezzel driftelni, ez egy fos. Hát szerintem ez se jobb. Jó, ezek a luxus autók ki is lőve. Még ezért talán egy jó erda, mondjuk. De spórolnak rök a pénzem, a hiperautó viszont kurva drága, bár abban is kaptam egyet. De ami a vágyám az a McLaren F1, ami 600-as 700 ezer buck, úgyhogy. Spórolni kéne még. Nézzük meg olyan autót, ami jó is. Hangügyileg. És pénzemnél maradok. Ez például jó. Bár ezt inkább streetre venném meg. Driftelni annyira nem fogok, úgyhogy olyan autót nézzük, ami... Ez viszont a drága. Ami olcsó is. És annyira nem fogom használni. Lehet az eres lesz. Egy drifteres. Ah. Legyen ez. Mikor jól lehet veszik egy túrautót. Jó, legyen ez. Drifteres, tessék. Kollektor.
Asta kuda. Nije, trgaj ćebe. Znaš kad se mega joviš. Közbe. És kéne abból kilépni. Most a táblagépet basszogatom, hogy egy jó megy. Pillanat türelmet. Még ismerik a táblagépen, hogy hogy néz ki ez a izé dolog. Jó, lehet, hogy mégiscsak belevom a telefont is a játék mellé. Az ahol jobban láttam dolgokat. No. Áh, itt van a drift event, igen, ezért nem mentem ezzel tegnap. Illetve azon tegnap, mert hogy erre direkt vártam egy új kocsit. Azt megveszem. Oké. Set waypoint. Szépen oda kocsikázunk. De nem ezzel, mert ez irányíthatatlan. Nem is rakom még bele az alkatrészt. Na, melyik autót nem használtam még? Aztán már mindegyiket kipróbáltam. Csak a Fordot nem, de hát az meg... nem tudom. Nekem nem jön be ez a motorhang nagyon. Tudom, fűnyíró lenne. Azt nézem, úgy grafikán vagyok, és nem akad a játék a streambe sok. Én nem értem, akkor mi ez a sok game crash. Már neki a bájom. Szóval ezt a kocsit lecsérem, nem tudom, annyira nem jön be a hangja, baszki. Inkább megyek a Fairlady-hez. Úcska, fosd legalább. Kulturáltabb a hangja. Fészkelődök itt a fotelomba. A speed skill. Lehet, nem is lesz meg ez az autó túl lassú. Meg lett? Nem lett meg. Ó, anyám, 6-10 km per óra hiányzik. Szép hangja. Na, egy pillanat, beizzemem a telefonomat. És
Jaj, de jó, elraktam a kis asztalt. A kábelre. Na, most meg nem tudom kiven... Ó, bazd meg. Na, hol az a Twitch? Jó, most már látok. Na nézzük azt a fókuszt. Nem az RX-ét. De nem azt akartam, azért vettem új kocsit. Hogy az RX-étek kell baszakodni. Ami 131-es a szintje, de leszarom. 2-4 top speed, mondjuk driftotten top speed nem számít, viszont egy jó erőben jó. Jól áll. Az új fókusz. Na, és igen, addig nem akartam semmi festésre, meg egyébre költeni, nincs meg ez az autó. Aztán veszünk ruhát, meg mindent, bazd meg. Előtisztítjük a faszit. Meg keresünk a kocsikra jó festést. Egy pillanat, hol tettem a kólem? Ja, itt van. Na. Go. What we've got here today is a race. Na nézzük. Had to call in a lot of favors to make it happen, but it had to happen. A lot of people from the mayor on down don't trust us. Time to show everyone we're more than just outlaws. Get ourselves some good buzz for a change. Can't hurt, you know what I'm saying? Oh, and the race? It's gonna take over the whole harbor, including cargo ships. Careful you don't drift yourself right overboard, because that can hurt. You want to make a splash? There's better ways to do it. Persze, majd így fogok vezetni. Be is szarni magamtól. Így pörögnék és nem várném a falhoz. Jaj, ez már éles, jó van. Egész jó. Első kerekes, vagy négy kerekes? 4x4-es a verda. Egész jó drift autó, mi az Isten. Meglepődtem, aztán egy nagy szar lesz. Mondom, akkor nem rakták volna be drift autóval, a szar lenne. Hoppá. Jó, azt hiszem nekem meg is van a driftverda. Ez úgyis elég egyedi hatchbacktől. Mondom az egész játékot ezzel a drift kocsival fogom végigpolni. Mint a drift pályákat. Egész jól közelhető ráadásul. Ilyen felül megtelik a csík is. Nagyon kezes egy bárányautó. Na jó, azért oda lehet verni. De nem rossz. Egész jó bazd meg ez az autó. Mi a fasz?
People think we're dangerous, that we're criminals because we run in the streets. Well, that ain't true. We're about more than that. We love what we do, and we want to take it to the next level, to go legit. Change isn't easy, but sometimes it's needed. The trick? Getting everyone on board with that. It's about the future, see? Just a question of which one we're headed for. No, és kapott lootot is, ugye? Így van. Na. Azt mondja, eventek. Jönne majd az ingyen autó. Jaj, én abban gondolom vagyok, menjünk, kocsikázzunk hozzá ehhez a házhoz. Még úgyse voltam. Köszönöm, a kocsit váltunk. Most a Fair Lady-vel menjünk. És repülővel. Aurora GT. Na, legyen a Ferrari. Úgy. Pillanat, csak azok korcsolgatok. Viszont ennek a Ferrari-nak sokkal jobb hangja lett, mint ami a Crew 1-be volt. Ez a hang bejön. Kicsit lagos lenne a kép, jó? Az új grafika sok lesz ez a streamhez. Szerintem a csöppet azért akad. Legalábbis a streamben, nekem egy tök jól fut. Azért az erős, elég a high. Jó, de legyen új high, hogy... Mert tényleg high. Így háig. Ezt hiszem, most megcsináljuk. Jutod és adott, kösz. Ó, basszus, pont hiperautóra, na mindegy. Legább lesz. Itt is egyébként azt szervezem, mint a Open Beta-ban, hogy többnyire kocsikázni fogok egyik helyről a másikra, nem ugrálgatok, mint a bakkecske. Van elég időm végigjátszó játékot. Nem az a célom, hogy egy hét alatt lezavarom az egész játékot, azt utána unatkozok. Pláne nem ennyi pénzem.
Azért 90 euró az kicsit megviselt. De úgy érzem, megérte befektetni. Hoppá, egy fotó. Az hiszem kell. Santa Monica. Fotókkal lehet egy pénzt keresni. Meg lehet csinálni V-pontokat. Ó, még egy láda is van közelbe. Santa Monica. Azért a ládáira el kellene viszont. Hoppa, ez a szembefordul? Aszád. Mindegy, itt lesz szóval a láda. Úgyhogy váltunk raid mocira. Felmegyünk a hegyekbe. Van. És mint az Open Beta-ban... Nem. Itt is autót... Olyan járműt kell választani, amit be szeretni alkatrészt gyűjteni, úgyhogy... Én meg főleg street autókban szeretnék elsősorban alkatrészt gyűjteni. Tök mindegy, hogy melyiket veszem fel. Csak azzal nyitjuk a ládát. Amúgy a terve még mindig az, hogy a 69-es Camarót építem fel legjobban. És többi csak utána. Nekem az lesz a favorit autóm, streetom. Aki nem nézte az éjjeli adásomat, azért van két házam, most már egy Los Angeles, mindegy, ez szintén lépésnél nyílik egy új ház valamelyik nagyvárosban. És azt hiszem 5 szintet lehet ugye elérni. Hoppot volt, hogy letérünk. Úgyhogy elvileg 5 házikom lesz valahol a pályán. Hogy kivészte? Kösz, bazd meg, nem tudsz vezetni, itt a fasz. Azt hisz a Forzában van, és baloldat kell menni, bazd. A Charger. Így ide teleportált a csávó. Na, kezdjünk el festeni. Ez
azt mondom, sőt nem is, először veszünk ruhát. A sisakot már vettem a moci miatt. De a többit még nem. De jó, hogy ide vibrál az a kurva ablak. Ó, várj, ez már mind az enyém. Nem kell semmit se vennem, de azért. Amik ez lehet, hogy jó is lesz. Igen, ezt ki kell lokkolni, ezt a kettőt. De ez a fekete pulóver, ezeket bejön. Ez, így. Az jöhet is. Kesztyű. Ó, ezeket csak kell megvenni. Akkor ez így jöhet. Sisakot már vettem. Gatya. Ó, itt a fekete gyakor... Aha, azt is ki kell okkolni. Nem azt se kell megvenni. Cipő. Ez a bakancs az jó is volt. Így. Na jó, még itt. Ja igen. Sweet. Nekem ez bejön az alatt. Ez is megvan, fasza jó, felvették. Jó, ez gyors volt. Meg ezek is kell szarakodni tovább. Jó, nekem két fotót kéne csinálnom majd valahol. Jó, véletlenül kikapcsoltam a mikrofont, fasza. Itt vagyok. Pont egy-két gomba van a menügombtól a mikrofon kikapcsoló gomb. Ezt akkor elfelejtettem. Jó, ezt én most kilövöm. Nem kell most ez a fotó. Nézzük ebből a menügombot, hogy tudod kihozni füstés ügyileg. Meg vízvel ügyileg. Hát a felét én nem baszhatom, ez... Mi volt még? Jó, ez is maradhat. Na, itt mik vannak? Ez érdekel. Aha. Azért van egy pár festés. Ezek a hivatalosok, ugye? Így van. Na, ezt is meg lehet erre festeni, jó? De nézzük, hogy mit festettek a srácok. Annyira sok nincs is. Ez barszorom. Hát, nem nagy cucc eddig. Ok, ugyanazok. Jó. Itt az elején volt talán egy-kettő jó.
Jó, ezt megveszük. Kicsit drága, nem baj. Crew Credit, így van. Ja nem, nem Crew Credit. Bakker veszük meg, de hogy költünk Crew Credit-t. Na, melyik verdet fogom még használni? Drift. Driftre fogom használni őt. Ez már fix. És most már ez megkapja az alkatrészeket is. Oké, ez mit ad amúgy? Szélárnyékot, mondjuk az nagyon nem kell a drift autóba. Jó, a 132-es. Na, ennek viszont a színét átfessük. Vizuál pártra még nem költünk szerintem. Ezeket is lehet talán ládákba. Majd szépen magától felépül az autó. Ahogy találom a ládákat. Illetve majd annyi dellám lesz, akkor... akkor majd megfestjük. Illetve... átépítjük a kasznit. Ennyit festettek a játékosok hozzá? Ezt nagyon sokan használják, ezt a drift autót rajtam kívül. Konkrétan egy ember. Jó, akkor viszont... neki odaadjuk a bevált versenyfestést, amit az Ivory Tower készített, ezt szoktam használni. Viszont ennek adunk egy egyéni szint, egy egyedit. Csak még azt nem tudom, milyen szín vagyunk. Sárga, zöld. Na, legyen narancssárga. Illetve ilyen. Ez jó is. Viszont fel, itt csak nézünk hozzá. Ezt nem tudom festeni. Majd viszont tudom festeni, hogy legyen narancssárgás. Legyen fekete. Nem, ez jó narancssárga. Nem tudom szabályozni a hátsó első kerék nagyságát. Oké. Az a verde is kész. Na, mit fogok még használni? A Hurley-t azt megcsináltam. Hát ezt annyira nem. Ferrari-t azt hát mondja, hogy szuper autóm lesz, hogy az Isten. Ezeken már van matrica, az jó. Ezen is van. Úristen, hogy nézel ki. Ezt a Dodge izét, Raptor, vagy mi ez? Tourer Raptor, nem igazán fogom használni. Egyelőre. Az MX-et. Mondjuk ez nem rossz. Ezt nem fogom. Az a Gran Turismo is rossz. Az M2 az nagyon baba, a Porsche is baba, ez is nagyon baba. Na jó, hogy ne húzzam most. Nem is tudom, melyikkel menjek. Maradunk a Bambin. Meg erre rakunk egy festést, ezt fogom most úgyis használni. Alkatrész. Na, erre csináltak párat. Bye.
Nem az is FC Barcelona. A Csáv minden amatőr megfosztotta a Barcelona. Hát is hihetetlen. Hát volt egy M-Power-es cucc. Megtalálom. Ez az. Ez egy jó is. Viszont a színét módosítjuk. Kék, az maradhat. Viszont a kamáról csak előveszem. Azt akarom építgetni, főleg viszont ennek kurva ronda a színe. Szóval már tele cuccolom. Amit tudok, belerakok. Extra nitro. Semmi. Tetszenek ezek a golyónyomok rajta. De ez babán néz ki például. Az úcsó pénz is, ez bátra ráköltöm. Na, így már mindjárt jobban néz ki, mint ez a Rikító szarba. Hány a szinti 144? Több ez alatta van. Maciba tudok rakni a katrészt? Nem azt akartam. Hogy ne tudnék, bazd meg. Meg tudnám éppen a Herbit. Kicsit rakjunk már bele valamit. Ezt a macit fogom úgyis használni főleg. Ez már drift. Hiperautó. Kapott alkatrész, de ezt most nem érdekel. És akkor másként fogok használni, ez a Bambi. Ebbe odaadjuk a maradékot. Ó, ez gyengébb. Nem is lehet belerakni, de nincs értelme belerakni. Ez szerint jó, ez már erősebb. Úgy, kicsivel erősebb, ugye? Na,
Mare și foto. Hol a hold. Úgy kell fotózni, kezdve ugratok. Ó, bazz. És motorral. Aha. Megvan? Ez egy kiugratás volt. Nem, nincs meg, mert leért a földre. Hadd csak. Visszatekerem. Ez aztán ugratás, gecc. És ott a hold is. Tessék, itt az ugratós kő. Nagyon baba. Nossa! Na! 15 000 della. Ezért már megérte a fotó. No! Akkor most keressünk új feladatot. Hogy merre tovább. Jó, szedjük össze az ingyen. Ingyen izét. Medzsót. Azt lassan meg is van szintlépés. Mondjuk lesz egy valag új pálya. Meg is nézem. Valami 3800. Megbandázik a srácok. Az mi a fasz volt? Valami üveget előbasztam. Na, cserünk vérlet. Na jó kis Bambi. Megyünk tovább, csak közben korcsolok.
16 km hamar megvan, 1 perc maximum. És élvezem a kocsi hangját, hogy azért nem szólok semmit. Nincs mit hozzáfűzni. Kicsit furán nézke a város ugratókkal. De legalább nem épül újra a loadingokkal a pálya. Hoppá! Kicsit sötét volt ez a kék autó, nem vettem észre. Hoppá, még egy fotó van valahol. Medvét kell lefotózni. Hoppá, furán váltott a kamera. Váltsunk már kocsit. A szokásos jó kis Camaro.
Muy pitudo, claro, daba la operación. Ya que se salió. ¿Viste que vamos a ir? Oh, ho trovato medula. Perché arrivo c'è questo? Io voglio foto molto volete cargarti. Ma che foro mi dici? Cosa mazzi? Ho trovato la metà, tanto venis. Ho trovato. Bozo lo dobbiamo. Moci ho malá nážba. Sí, a moci. Šlo verdám. Je od těvek. Tu vere tom nějaký nážba. Idzie. Macy foto u niego. Ty zjadę trubu. No, kotuła bola, dobra. Fentwą. Fentwą bizoń. Sponte da che bella. An all new episode. Oh, Megua. Live extreme series is available now. You've been invited to another live. No, c'è una cosa da fare. I'm telling you, being a rising star has its perks. Scopta mix assist da stiova. No, sto stare svitanni. Asta mocio. Azt a picsába ez meg. Ebben megnyílt egy csomó hiperautó is, azt hiszem. Ja nem, drag race, bazd meg. Tényleg azt nem is tudom még. Street race? Mi van itt Los Angelesben? Ez is street race. Nem tudom, akkor hol van drag race. Valahol van. Ez drift. Ez is drift. Ó, megnyílt az is. Harry Davidson 67 000 pénzért. Annyit hoz, kölcsön motorra. Azzal lehet pénzt farmolni keményen. Viszont most már meg kéne csinálni a Series 2-t, mert most már megnyílt az epizód 3 is. Túrautó. Sőt, itt is van még egy túrautó valahol. Nem, az még nem nyílt meg.
És idejön. Jó, hát most már ezt megcsináljuk. Lehet, hogy vissza kéne ugrani az izébe. Hákuba, hogy megnyíljon a drag. Esetleg lehet, az lesz. Egy drag autó nincsen. Vagy igen, van. Nem vettem fel lootot? Ó, ja persze, miért az intro? Bassza. Minden filter. Hol van a drag autó? Nem ez? Túra, Hype, Drift Street. Tényleg meg nincsen megnyitva a drag. Vagy abból még nem kaptam, azért nincs itt a listáma. A drag autót kell vennem. Hoppá. Nem várt kiadás. Azt hittem abból is kaptam, de abból nem kaptam. Hát akkor még maradunk Los Angelesbe egy darabon. Kicsit porsézunk. Az igen, a busz az úgy kijött. Van, springbe vagyok. Kajak rá az utal, azt is ér ez a fasz, GPS. És még jön a vonat is, beszarom. Azt a kurva.
Bíró Tibor van a közelemben, na. Csak megvette más magyar is ezt a gémet. Itt is van. For this race, you'll be driving a Mercedes X-Class pickup truck, and so will the competition. Which means it's the driver that will make the difference. And I say that knowing you'll be the no best. No permits allowed in the paddock. Free race. Én is várt a kocsit. Ja, hülye vagyok, minek váltok, ezt úgyis kapok valamit. Mikor a Hammert már kipróbálom. Ugye az ingyen megy, jó, ezt ingyen megkapjuk. Best time. Nothing else matters. Oh, buzzer. How's it going? Bukkala volt, de nagyon keményen. Tiszta hullámvasút. Azt volt csak így belülről mennyire komoly. Be a fába, úgy van. Csak nem húzza meg a fákat. Na most vegyünk erre, erre még soha nem mentem. Mindig az izé fele mentem. Híd fele. Hogy kell átmenni? Itt van egy gázló? Van hát, jó van. Bétában mindig a másik irány mentem ezzel a pályán. Most közel között szakad az eső. Volt rossz. Hmm.
Új jármű! Már 86-od gyára. Na most már végleg az anyám tényleg. Ja, ott a lút, hoppá! Azt még mondjuk nem döntöttem, hogy melyik raid autóval fogunk csapatni. Open beta-ban raptoroztam. Tehát bugit azt még alfában, de nem jön be. Close beta-ban ezzel nyomtam. Ezzel már próbáltam. A hammert nem néztem meg nagyon. Na, hova tovább az a kérdés? Ó, már van R-rész, beszarok. Van R-rész repülőm? Tényleg van egy R-rész repülőm. Mit eszem be? Nézzük már meg. Mit tud az R-rész, repüljünk oda? A repcsivel. És tényleg ez egy R-rész repülő. A Spitfire az A-robotik. De tényleg a Spitfire-ra akartam egy festést. Na mindegy, azt majd. Na nézzük már meg ezt a gépet. Úristen, milyen műszerfala van. Na azért 300-at vereti neki. De kura furán néz ki ez a gép. Két üléses. Tink a felhőbe. Ez nagy köd van itt. Jaj, nem ezt akartam. Azt a milyen felhők vannak itt. És meg is jöttünk. Alig kanyarodik. Jézusom, mi van ez a géppel? Alig fordul. Az igen. Welcome to the Black Mount Air Race.
Guess who holds the record on this course? Mr. Clarence Bishop III. I bet it'd irritate him to no end if you beat his time. Not that we'd ever stoop to that level, of course. Lost children should report to guest services. I repeat, lost children should report to guest services. Nézzük. Mi ez? Objektívvel nem megyünk? Ja, hoppá! Most robít a skill missziók. Hoppá, ez egy szar lesz. Atya úristen. Forogj már. Úristen, mit kell csinálni? Következő. Nem is olyan rövid ez a pálya, azt a kurveget. Ezek fáradni. És mi? Két kör volt? Ez belső nézőben kemény lett volna. Elütöm. Hú, nem volt szar. Egész érdekes ez az elrész. Teljesen más a manőverezés ennek a gépeknek, mint a aerobatiknek. Egyáltalán nem manőverezik, viszont megy, mint a golyó.
legalábbis ez a gép, lehet a többi az jobb. Aha, és itt megnyit az epizód 3, mert nincs megnyitva, még nincs meg az epizód 2. És most már tényleg jól lenne, milyen raid autóval megyek. Már ide mi kell? Street, powerboat, meg a raid, ja. Oké. Okay. Na, de akartam venni egy drag autót. Viszont. Itt is egy ilyen rész beszarod, az. Jó, kicsit ugrálgassunk. Menj egy izé repülő. Egy ilyen rész. Kíváncsi lettem. Hát van ennél jobb gép. Ja, meg is nyílt. Aztán már mennyien megvan a Form 1 is. $324,000 Melyik legalapabb? Nem is drága. Csak tudja a fene, hogy repül. Akkor itt az Edge. Harmon Rocket. Itt van a jó kis Spitfire. Valkó. Itt van egyes Mustang. És nekem ez már megvan. És ez a legjobb gép. 685 km/h top speed-je, az igen, Pilatus. Előleg a kamerán a legjobb gépen van, 1620 lóerő. De ezt most nem akarom elni, hogy ennyire izé. Ez picit a unfairnek érzem a dolgot, hogy most nekem a legjobb megvan. Mert a többi jármű, meg a hajóknál nem a legjobbat adta. Jaj! Bazd meg! Csinálj már egy fotót, hát ha meg tudom csinálni. Oké, úgy kell megcsinálni ezt a fotót, hogy közben valakit kiovertékelek a pályáról. Jó, ez nem lesz meg. Hoppá, ez a telefonom van. De én ezt most fel nem veszem. Nem tudom ki az. Na, biztos, ami izé, telemarketing és kurva bazd meg, ilyenkor hívogat. Mit akartam, itt van egy mailboxom, ki kell nyitni a ládát, itt van, itt vannak benne alkatrészek, ezt akartam. Streethez, igen, ezt szereztük össze a Camaróval. Jó, csak ezért jöttem ide. Ezt meg removoljuk. Most sem mehetünk. Miért mindig ezt a kurva repülőt adja be? Szóval tudnék jönni egy új erőszöpült.
Na, vegyük meg ezt a dragoutot. Ne bossom alapot, még kell a lóvé másra. No, itt is fókusz az alap, 106 ezer. 370, Mustang. Skellen, Roof, Viper, ezek mind a The Crew 1-ben voltak mesterkocsik. Főleg ez a CTR3. Nem is drága, azt nézem. Mindegyiknek ugyanaz szintje, majdnem. Ennek alacsonyabb a szintje, mint a legolcsóbb. Meg a Vipernek is. Na, ezt most ez drága, ezt a Mustangot. Még így dragba sem jön nagyon a hangja. Nem rossz, de... irányíthatatlan. Hoppá. Szerintem kanyarodik be ezzel. Veszik a 350-t. Hoppá! Hát a fel akar repülni mindegyik. Ezzel csak rombolni lehet. Most már csak megnézem a két ruffot. Egész jól lehet vezetni.
Так я сел это тоже, не смело. Хаки шов. Он будет, да? Опа. О. Гейм краш. Пошёл. Ну, мы где-то зашли краш. Давай, скипишь его бьёт. Kores. Addig romboltam a ruffa, hogy kikeresett. Csóri játék. Ha. Nem, legalább szusszanak egy csöppet. Na, még megnézzük akkor a Viper-t is, a Corvette-t. Azt eldöntem, melyik drag legyen. Na mindjárt lesz kép. Na lám, ma van. Na? Na hol a kép? Ott van, jó van. Hogy ide tölt? Mi az Isten? Azért. Go back. Igen, megvan a relevált program, azt tudom. Ez nem volt semmi új info. Milyen hullámok vannak ott, azt a kurva, megnézem melyiket. Látsó már hajót. Abban is van egy új hajom. Azt, ami hullámok vannak itt. Na itt fürödjél, bazd meg. Hoppa, hogy elsüllyedtem. Hol vagyok? Nem Miami, jó. Menjünk csak ide vissza tesztelni. Hoppa, jaj, itt az elrész, igen. Na, hol tartottam? Kis rufnál, kis fagytam. Jó, legyen a Skyline, és végigmegyünk, drag autó, úgy sincs sok. Mondom, legyen a Skyline, rohadjál, vásd már rá.
No i... Azt a mi morgás van. Igen. Közlekedés alkalmas autó valóban. Az első fáj. Takarodj meg kamaroddal! Jézusom. Komolyan elszidők itt az autóban. Hogy ugrálnak. Nem, azok nem. Na, az a Viper. Azt hiszem, hogy több autónk most hasonló a hangra. Porsche-nek is ilyen, vagy a Roof-nak is ilyen hangja volt az. Azaz. Öljük meg, gyilkoljuk meg. Döntöm, hogy melyik legyen. Csak lett volna. Jó. Hát nem is tudom. Itt talán a Vibe, vagy nem is a Vibe, ez a Corvette meg a... Tényleg ez a két Roof, a két legdrágább. Illetve ez a Roof. A CTR3-as volt a legjobb. Irányításban is. És azt nézem, nincsen nagy árkülönbség. Hát szerintem csak megveszem ezt a Roofot. Ez így adta. Nem tudja. Legyen sárga. Jó az alap. Így. Úgy.
Colonel. Csak kettő. Hát még csak kettő, ez még lesz, vagy azból lesz majd. Ó, már van a Rallycross is. Arra meg ott a Fordom, ugye? Itt is van egy drag Detroitba. Jó, hát vagyunk Las Vegasba. Úgy is akartam raidet tesztelni a Hammerrel. Sőt, itt a Hell is pálya is. Mondjuk ez kurva hosszú, bazd meg. Jó, azt most ideugrok. Azt a dragot azért megnézzük. Okay, here's the deal. Las Vegas, Fremont Street, nighttime drag race. Three rounds, no holds barred. And the best thing about it is totally legal. I think I might even lay down a totally legal wager on this one. Just to give you a little more sense. Szia, Nimfox Boy, meg Edemski. Igen, megvettem a goldot. Crew 1-el is el voltam 2 évig, úgy döntöttem, hogy ezzel is el leszek szerintem 1-2 évet. Úgyhogy nekem megéri ez a 30 000 forint. Remélem, nem tévedek. Meg az update-ekkel tényleg fejlődni fog a játék még. Mert szerintem félkészen adták ki. Nem véletlen, csak decemberben lesz PvP. Forza Horizon 4 miatt szerintem siettek kiadni a játékot. Nekem ez a véleményem. De eddig nekem bejön a játék, bár a második napja játszok vele. Leszámítva a bétákat. Na, nézzük a dragot. Nézzük, mi ez. Kerékmelegítésre mi van? Aha. Gondolom a zöldségbe kell melegíteni. Jó, csak a váltást elbaszom. Csak az objektívet kell legyőzni. Mondom meg, hogy csak az első pálya. Okay, because now we can afford to replace parts that are broken instead of having me duct tape them back together. Hát ez a Crew 1-ben teljesen hasonló. Igazából ezt is vagy Crew-val kéne játszani. Húsfér emberek ellen. Jaj, a nitrót nem is nyomtam. Na, nézzük egyet belsőbe. One legit race in the books. The better each of these runs, the easier it is. Nincs benne Toyota, hát majd lehet, hogy lesz benne egyszer. Ki tudja, milyen autókat raknak be a játékba majd.
I tell you, there's nothing like what we do. Showing off what all those hours of work turned into, letting the world see that perfect paint, popping the hood to show off what you built part by part with your own hands. But then you slide behind that wheel. You hear that monster growl. You turn it loose on the quarter mile. You gotta live it to feel it. Сейчас чуть-чуть бы. Окей. Ну, да мне был свидание, нитро рефьюз, на вас, вон. Я. Окей. Ну, со, это хор, там он дали. Я там то раз, это его, это же не тешен тест драйве Unlimited. Да ты ла, кит уже мит хоз мега яве. Мега új autókra visszatérve. Aki játszott a Crew 1-el, az tudja, hogy a Wild Run-nál került be például a szomorú beérzés. Meg egy csomó olyan autó, ami nem volt benne az alapjátékban. Gondolom itt is az autógyártak azért figyelik a játékot, hogy hogy fejlődik, azt majd úgy szponzorálják, vagy adják meg a licenszet a játéknak. És azért havi szinten 2 plusz új autó lesz, szóval bármi lehetséges, bármilyen autó bekerülhet. Most ebben a játékban jelenleg a Crew 1-ből szinte az összes autó benne van, szóval ezen kívül csak plusz autók lesznek benne. Illetve benne van csomó olyan autó már most a játékban, ami nem volt a Crew 1-be. Szóval én nem tudom, szerintem bármi lehetséges. Na, egy kicsit kocsikázzunk, hol vagyok? Ja, itt. Kicsit kocsikázni, menjünk raidezni. Aztán megnézzük a Rallycross-t. Set waypoint. Úgy. 17 km. Keresünk egy verdát hozzá. Menjünk Ferrari-val? Nem, menjünk túrautóval. Jó, az az új Mezzo. Szeressük ezt a Mezzo-t. Hát mondom, én úgy voltam vele, hogy én nagyon el voltam a Crew 1-gyel is. Én decemberben meghívtam a zárt alfa, az első zárt alfára. Én már ott azt mondtam, hogy én már nem is veszem elő többet a Crew 1-et. Ez a játék nekem kell azonnal. Úgyhogy én úgy voltam, nekem megéri, de amúgy... Akiknek annyira nem jött be a Crew 1, azoknak azt ajánlom, megvárhatja a lejáratot. Biztos, hogy karácsonyra olcsóbb lesz a játék. Vagy ősszel, mikor megjelenik a Forza 4. Biztos lesznek leárazások, pont azért, hogy ne veszíts el a játékos bázist a játék. Bár így, hogy a PvP-t így csak decemberre adják oda, úgyhogy így eléggé meg fog csappanni. Azért ez merész húzás volt, hogy a PvP-t kiadják, legalább egy alapszinti PvP-t beraktak volna. De ki tudja, mennyi pálya van, mert fogalmam sincs. Aztán, hogy mennyire lett játszható. Csak az, hogy 4 fős crew-val, hát nem tudom. Mondjuk én annyira nem szoktam klubba játszani, nem vagyok, de azért a PvP az hiányzik nekem is. Nem. Csapassuk. Na. Mi ez? Nem akartam váltani? Csak gondoltam, iszom előtte egy korcsot, mert 17 km-t belevágok. Egyébként még mindig azt mondom, akinek nem tetted a Crew 1, az nem igazán fogja szeretni ezt a játékot sem, mert igazából akkor sem így, csak más a sztori. De irányítás meg az összes többi minden marad szinte. Bekerült a Forum 1-es játékmód ugye a játékba, de azért nem egy F1, egy Codemaster-es Forum 1 versenyjáték. Ez inkább ilyen crew-szerű felfogással van megcsinálva. Viszont azt tetszett, hogy a zárt bétában a játékosok az összes Forma 1-es autót megfestették.
volt Ferrari, minden, láttam a videót, YouTube-on meg a képeket. Szóval rohadt nagy Form 1-es versenyzések lesznek ebben a játékban. Na go! Mi forgalom van már kifelé Los Angelesből? Azt a kurva dugót. Végig mennek a strádán az autók, azt a kurva eget. Szemben meg senki nem jön, csak kifele mennek. Jönnek az UFO-k, menekülnek Los Angelesből. Lemaradtam valamiről. Kifele megy a forgalom. Na végre elfogytak. Legalább, hogy 5 kilométerre rá volt dugóba. Hopp, itt volt egy láda valahol. Na meg egy fotó. Mit kell fotózni? Majd megmondja. Viszont eltaláltunk raidre. Megkeressük azt a ládikót. Sőt, nem is raidre, menjünk ezzel a picivel. Ez a kis csillagbogárral. Ú, de harapós!
Azt a kurva. Itt a láda valahol. Rossz az irány. De dugták arra, hagyjanak meg? Mazdali bír feljönni. Azt izé street autóba akarom ezt a pártot, ráadásul epic párt, izé alkatrész is az. Bazzik nem vigyak oda, hogy a loothoz beragadt a kocsó. Mi az Isten? Tolatva jobban megyek, mint egyesbe. Na végre. Ez aztán adta rendesen a cuccot. Kapott elő kárítót is. Ezt majd beépítjük a Camaro-ba. Akartam. Jó, akkor építsük be. Húzt a kurva. Ebben mi volt? Loot meg offroad. Jó. Azt, ami van itt. Szélárnyék. Radar range. Na jó, de fejlesz bőven. Mit dobok el? Milyen bónusz radart? Az nem kell. Jó, itt volt két alkatrész. Ez csökkent a top speed-et. Ne csökkentse a top speed-et. Ez is csökkent, bazd meg. Jó, akkor ez marad így. Na, most már csak előveszik ezt a Hammert. Tesztre. Hú, de visszarakott az útra. Még 4 kilométer, hova megyünk? Jó, oda. Na, hát akkor maradhat is. De jó, mondjuk így átvágunk a hegyen. Tökön uborkán, én nem akarok rédezni. Na, mondjuk még valami eszem jutott azért, kicsit elveszi a játék salborsát, hogy most 19 autót ide vágtak hozzám, plusz a Season Plus, exkluzívokat. Egyszerűen nem érzem a készítésű új autót vegyek. Pedig fogok venni. Csak most ezzel a kínálattal végig tudnám csinálni az egész játékot igazából. Már mindegyiket feltűnünk a maxra, szóval végtalan. Igazából PvP-ben derül neki pont az, hogy melyik autó jó, úgy mint a Crew 1-ben volt, ugye, hogy mi volt ott, milyen osztály, nem tudom, de a Pagani Huayra meg a Ferrari-val lehetett mindig alázni. De azért végtoltam minden autót, megnézni mit tud. Hol van vissza a Mejo? Ezt a maradék 6 km-t letoljuk vele.
Sőt, nem is a menzsóval. Most menjünk Ferrari-zni azért egy kicsit. Erre kell menni, erre. Azért legalább annyira megcsináltak, hogy földőtől nem megyünk 300-zal. Egy nem raid autóval, vagy rallival. Max 170-nel bír menni. Itt viszont már mindenképp kell a raid. Hol van? Na most már tényleg a Hammer. GP az azt mondja, menjek át a hegyen. Ez úgy korrekt, bazd meg. Jó, ezt a fotózást ezt kilövöm, ezt már úgyse találom meg. Ó, ott át tudok vágni. A feléket. Ugyanolyan sziklás szar. Ja de, nem. Itt van. Csak át lehet itt vágni. Az igen. Beautiful, wild. That's Tuck's country, not mine. But that's good, because it allowed me to focus and set a decent time. Nothing spectacular, but it'll let me see what progress you make by trying to beat it. T-shirts are now on sale. Remember, men wear pink. Na, még visszatérve gondolatra, szóval ez is egy hiperautó itt van, ami 700 000 pénzbe kerülne. Ezzel is végigcsináltam az összes hipercar izét, eventet, szóval... Ezt miért kellett rögtön hozzám vágni? Tök jó meg, hogy elkocsikázhatok oda, de hát akkor is. Elveszik a játéknak az ízét ezzel, hogy... Ez mint a csalás lenne. Cheat. Már rögtön a legjobbak megvannak. Ez a legjobb repülő is nálam van. Nem is értem. Na mindegy. Na nézzük, mit megy a Hammer. Azt a hullavasutat, bazd meg!
az objektív megelőző beszarok, hogy a fazba? Hogy direkt átvágt a videó. Opa! Jó, most már emlékszem erre a pályára. Bazd meg! Az úgy leparkoltam, beraktam a garázsba. Öngyilkos medvék baznak, hogy annak bejönnek a Hammer elé. A startnál is van, nem elbasztam egyet. Ja igen, ez a sivatagos pálya. Ezt de imádtam a Crew 1-be ezt a pályát PvP-be. Itt a sivatag a dűnén kellett vágtatni az erre. Vasút? Mint a hajóval mennék. Azt a kurva nem látok, bazd. That's good. But don't go making a habit of it, you hear me? Hát nem volt rossz annyira. Na, de én szerintem raidben azért fogom használni a Jeep Wranglert. Az jött be. Az először nyomtam, és az úgy jó is volt. Legalábbis egy darabon ez lesz a raid autó, mert legalább erre se kell költenem, de hát az az. Megint előjön az, akkor mi a faszom, hogy költek, hogyha már minden autó megvan. Ja, ez túl low, az alacsony szintű, jó? Ez magasabb. Ez is alacsony. De ilyen magas szint ez a Wrangler? 62, 44, aha, 43, 42, 41, tényleg ez a legerősebb. Moci 63, meg a motor a legerősebb. Motorban van valami berakva? Semmi, alapon 63-as. Az úgy igen. Na jó, mondjuk azért kell egy 600-re gyűjteni, mert a hipercarba a McLaren F1-et, ezt mindenképp meg akarom venni majd. Na, itt van a Rallycross. Hol jár ott? Jó, és ide kocsikázom, megnézzük végre a Rallycross-t. Az kimaradt nekem. Zár bétába is. Ennek a festését majd megválasztottam.
Tehelenszkej rugózik. Ugrál felfüggesztésen. Na, vegyük le azt a rallycross fókuszt. 14 kilométer? Nem baj, legalább odáig teszteljük a verdelt, hogy mit, hogy kell vele kanyarodni egyáltalán. Jó, oké, sőt, egy-két percet fel kell állnom. Muszáj egy kicsit megmozgatni a lábaimat. Kis szünet, mindjárt jó. Na, ez még nem bír magával. Anyám, hova álltam? Nem baj, majd elszenvednek itt magad. Mindjárt jó. Vagyok. Itt van valaki mögöttem? Egy civil. Kis Fordjával. Mikor azt tetszik a GPS-be, amilyen osztálya van, olyan utakon vissza, most rally autót földúton fog végigvinni. Bár lehet a crew 1-ben is hívjuk, hogyha nem emlékszem. Hajóval repülve meg légirányba. Na majd ezért, ha megyünk a Spitfire-re, azt imádom. Meg azt meg is akartam festeni. Egész baráti a vezető. Hoppa, fotó, az fontos. Megint ez a hülye múz, nem tudom mi ez. Fotó, az fontos, mert sok pénzt ad. Thank you.
Wow! Boiler powód. Mondjuk rallycross autót viszont fogok venni például, van benne annyi jó autó, Lancia Delta. Meg még volt egy másik Lancia is benne, meg a fasz. Fene se tudja. Az öreg Porsche 959 benne van. Úgy ledaráltam. Ezt a kanyart nem figyeltem. Egyelőre jó volt a fókusz tesztbe. Menjünk a Maserati-val, az még jó. Meg szép hangja van. Állat, bazd meg, ki a szelém. Hogy ugrálnak? Csoda hegyi szakasz jön. Mint valami fotózás van. Rista HQ. Valami expresszó. Kell lefotózni. Hopp, itt valaki repked felettem. Mi is a libegő, vagy mi ez? Az.
Hop. Mit kell fotózni? Megtaláltuk. Amúgy ez a live fotó is nagyon egyszerű működik már, hogy meg kell találni dolgokat. Hang meg befehéredik, ahogy beszírkul a izé, amit keresel. So easy. Meg a másik az, az egy dolog, hogy sok pénzt is ad. Hanem te hozod létre a Lada márkokat, úgyhogy ide tudsz már teleportálni. Amúgy nem lehet fast travelkodni, csak úgy akárhova. Most például nem tudom, mit kell fotózni. Nem tudom, melyik az. Vagy a libegő. Ja nem, az a bázis. Jó, még szerintem messze vagyok. Kicsit közelebb megyünk. Lesz az espresso. Milyen ez az? Nem ez az, valami espresso-t keresünk. Fogalmam sincs melyik az. Ez lenne az, ez ekkora kávézó, nem létezik passzol. Ez egy hotel, nem kávézó. Hol vagyok? Még a kamera jelentős kicsit fura. Lehet, hogy várja, ott vannak a teraszok, várja, azaz. Az lesz, az oda kell menni. Kijöttem a hatótávból. És itt egy szarhoz kávézó alatt beszarok. Ez ugye van. Nem ez az izé kávézó, pedig itt vannak az emberek, bazd. Akkor ez micsoda? Hogy ott lenne, az lenne. Na most már megkeresem, most már bosszom. Csak jön csak, hol ez a kávézó. Ez a restaurant. Mi az Isten? Na melyik az, bazd meg?
Hogy lehet valamit kihagytam? Na, milyen kell érni? Be kéne zöldülni a izének. Na jó, feladom. Majd egyszer megkeresem. Fogom sem. Nincs kiírva a táblára? Nincs. De el lehet pöcsölni ebbe a játékba. Ezekkel is. Szerintem ez lesz az itt mellette mondjuk. Justin, British-based oil company American Petrol has announced that the TV rights for their annual race have finally been sold after an intense bidding war. Every year, as you know, the fan favorite race features a different course. This year, we're here in beautiful Utah, where the race organizers promise a special surprise. See that? This is one race you're going to be sitting out. It's my time to shine, which means you get to watch as I show you how it's done. That might not be fair. Life isn't always about fair. Sometimes you just have to wait your turn. Thanks for understanding. I knew you would. It's my time to shine. Yeah. Who does this guy think he is, telling us we can't race? You know, that's an excellent question. I say we race anyway. Is it lunch or something? Right? What's he gonna do, ground us? Three, two, one. What the hell are you doing in this race? I thought I told you this one was mine. Try and make a race of it, I'll school you. If he could drive as good as he talks, there'd be no way you could beat him. Goodbye, I'll start to. Ó, a siugrató. Csak szárazom. Így se láttam még. Mindig csak lefagyva láttuk. I really think you can take him. Ez mi volt? Hoppá! GeForce úgy döntött, hogy update-elnek a... Örülök neki, bazdnek a játék közben. Fasza, bazd meg! Elmiszem el! Ez kajak, bazd meg a... Na jó, nem hiszem el. Kirakott azt arra a játék, mert a GeForce-nak két update-je.
Lehet pont a Crew 2-höz jött update. De akkor is ráért volna szólni. Persze, lökjétek ki, bazd meg. Think you'll ever be as good as me? Think again. Jó, hogy ez két körös, oké. Az aztán finish volt. To get famous. There's no TV cameras where we do our best work. Mother Nature sees what we're doing, and that's enough. I don't need to be a rock star to feel good about what I'm doing. You want stars? Come with me on a night drive in the desert, and I'll show you the biggest night sky you've ever seen. That's what I'm talking about. Save gave back water. Ezt is. F9 follower. Az még jöhet. Jó, azt tudom, hol vagyunk először. Azt mondja, hol vagyunk. Ez mi? Jet Sprint. Azt még nem is toltam. Csak a bétába. Van pár. Hogy állunk szinti gyerek? Még 35 ezer kell. Most ők famous. Csak itt. Ja igen. Kéne egyet futni a motorra, és aztán mehetnénk egyet a izével, Spitfire-re. Power volt az még, az majd. Hon vagyok? Itt. Jó, ide visszaugrok. És szépen lenyomjuk lesz fel ezt a dolgait. Ja. Cikcakba. Kapunk egy mocit. Na, vagy most a Dark.
I czy tak, to... Beárat, hej. No ide más a jó kell. Stays in Vegas, but we've got a race coming up there, and and where we're going, we won't need roads, my friend. Just canals, pools, and a couple of kitchen sinks along the way. Why not? This is a big deal. It's the first time anyone's raced here. A boat race in the middle of the desert. It's a crazy idea, but that's exactly why it works. Next thing you know, they'll be racing planes on the strip. Nah, that would never happen. 3, 2, 1. Let's pool our efforts to make for a great race. Oh, bus wreck. Game crash. Másodjára Game Crash. Jó, ide lehet, hogy kicsit magas lesz a grafika. Itt látszik, ez nagyon sok az effekt. Lejjebb egy picit médiumra, vagy nem is tudom, médium high-ra. Ez lehet nálam ezt a hiba. Nem tudom, hogy másnál van ennyi fagyás. Ez most idegesít ez az is. Nvidia update, azért elnézek. Milyen update jött? Hol van? Mindjárt lesz amúgy kép. Megnyitom az experience-t. Mi lesz a programok? Így van. Crew 2 jött update. Videokártya update. Jó, ezt... Lehet ez oldaná meg a fagyás problémáimat? Jó, ezt most nem rakom fel. De jó tudni, hogy van hozzá. Driver update. Következő fagyásnál szerintem úgyis már 3 órát tolom, akkor lesz egy kisebb szünet, és akkor feltelepítem az új update-et. Na, most viszont lejjebb egy kicsit a grafikát. Pöppet. Igen, már most full high-ba van. Visszarakik medium high-ra. Így. Na.
Oké. És vissza is ugrunk oda. Azt nézzük újra, csak nem fagy ki megint kapásba. Happens in Vegas stays in Vegas, but we've got a race coming up there and everyone's gonna know about it. And where we're going, we won't need roads, my friend. Just canals, pools, and a couple of kitchen sinks along the way. Why not? This is a big deal. It's the first time anyone's raced here. A boat race in the middle of the desert. It's a crazy idea, but that's exactly why it works. Next thing you know, they'll be racing planes on the strip. Nah, that would never happen. Three. I'm gonna go. Two. One. Let's pool our efforts to make for a great race. Whoa. See it. Trap her in your wake. By the way, you want to tell me why we're having a boat race in the desert? Aha, megint fagytam. Picsába. Zárd már be, bazd meg. Na. Oké. Akkor egy kis szünetet rendelek el. Egy 10 perc. Amondó vagyok. Mert szerintem stream közben nem egészséges videókártya drivert update-elni. Na nézzük, mi van ebben. Azt mondja, most ez van fenn. Igen. Ma jött ki. Pont. Én ezt csak bundle. Megveszed a GeForce új kártyát, akkor kapsz egy Crew 2-t. Ez is a bundle. Crew 2 Game Ready Driver. Na, nekem ez 1080-on van. Jó, én ezt feltelepítem. Na. Mennyi az idő? Ó, még 9 óra lesz csak. Biztos jövök vissza. 10 perc pedig menjetek inni, vagy mit tudom én. Lazuljatok egy kicsit, járkáljatok ti is. Na, mindjárt jövök vissza, egy 10 perc. Na, haliho. Amúgy is hosszú ez a videó, azt rakom fel YouTube-ra. Na, mindjárt jövök. Csa-csa.